Elnök úr, tegye a szívére a kezét, nem irigykedik egy kicsit most a fiatalokra, hogy ilyen rangos nemzetközi tornán játszhatnak? Nem lenne ott szívesen a pályán? A látogatók nagy része, akik felcsútra a Puskás Akadémiához érkeznek, ha korábban futballisták voltak, már pedig sok korábbi nagynevű futballista is megfordulott, mindegyiknek ez az első mondata, amit most ön itt felvetett, hogy bárcsak, amikor mi ifisták voltunk, ilyen körülmények között készülhetünk volna a profi életre. Ez az érzés bennem is ott van. Hát nincs annál nagyszerűbb dolog az ember életében, mintha azt várják el tőle, sőt azt kérik számon, amit egyébként is szeret csinálni. Ezeknek a gyerekeknek az a kötelességük, hogy abban legyenek a legjobbak, ami egyébként számukra a legkedvesebb. Az életben nagyon ritkán adódik ilyen helyzet. A legboldogabb ember mindig az az életben, a felnőtt korban is, aki olyan munkáért kap pénzt, amit egyébként pénz nélkül is szívesen elvégezne. Azt hiszem, hogy ha szétnézünk a magyarországi tornákon, ilyen rangos torna nem igen van. Nyilván Puskás Ferenc nevének köszönhetően jönnek ennyien. Ez így van. A futball az egy kultúra, tehát az nem úgy van, hogy felszántunk egy szántóföldet, gyepet fektetünk rá, és onnantól kezdve van egy futballklubunk. A futballkultúra is, mint minden kultúra, az is történeti, tehát a saját történelméből építkezik. Történelem nélkül, korábbi sikerek nélkül, elődök nélkül, nagynevű elődök nélkül nincsen jelen és nincsen jövő. Mindannyian Puskás Öcsi bácsi vállán állunk. Vannak elvárások az akadémia csapatával szemben, hogy hogyan kell teljesíteni ebben a rangos mezőnyben? Ezen a tornán nincsen, itt a becsületes helytállás az elvárás, egy torna, a tornák kiszámíthatatlanok. Egy bajnokságban, miután sokkal több meccs van, 30 meccs is esetenként, ott sokkal könnyebb reális célkitűzésként elvárni egy-egy helyezést. Egy tornán ez nem így van. Itt elég egy rossz mozdulat, és az ember már nem tud az első helyért, csak a harmadikért játszani. Tehát itt az elvárás sokkal inkább a tisztességes, becsületes, csupa szívhelytállás. Azért kárpótlásképpen mégiscsak játszani fog majd ezen az újságíró Suzuki Puskás Akadémia tornán. Amire megnézzük, mi maradt a régiből. Készül külön erre a meccsre, mert hát azért gondolom, hogy jobban figyelik, hogy hogyan játszik, mint bárki más. Külön nem készülök, én még mindig edzésben vagyok, ha nem is vagyok már fiatal, és nem tudok azon a szinten teljesíteni, mint ahogyan szeretnék, de azért nagyon nem ijedek meg, majd meglátjuk. Ott leszünk a pályán.